Szarvas városában. Te mikor ízlelted meg ezt a műfajt? Én tavaly nyáron ízleltem meg, hatalmas nagy szerelem, inkább szenvedély lett belőle. Azóta folyamatosan napi szinten evezgetek 15-20 kilométereket is akár. Aki még nem próbálta volna, röviden te hogyan foglalnád össze ezt az evezős műfajt? Röviden. Hatalmasan jó. Buli, szenvedély, mozgás, minden. Mennyire alakult át a tested e sport szeretete révén? Hát hatalmas változásba lett részem. Tehát szerintem látszik, aki ismer, az tudja, hogy néztem ki, és most hogy nézek ki. Nagyjából ennyi. Tudjuk-e számszerűsíteni? Hát egy 15 kiló mínusz. És most mit keresel az aranyszarvas mólóján? Miért látunk itt ennyi szabb deszket? Hát a Sosó barátommal összehoztunk egy tesztnapot, nyílt napot, evezős napot. Őt olyan 3 hete hoztam ide először evezni, neki is egy hatalmas nagy szerelem lett szalves, és azt mondta, hogy visszavágyik. Erre én mondtam neki, hogy akkor csináljunk egy tesztnapot, ismertessük meg a szalvesiakkal ezt a sportágat. Népszerűsítsük, és majd meglátjuk, mi lesz. A népszerűsítés mellett miért fontos az, hogy kipróbáljunk egy deszkát, egyáltalán ezeket a technikai sajátosságokat hogyan és miképp lehet elsajátítani akár pár óra alatt? Hát szerintem 15 perc alatt el lehet sajátítani, nem egy nagy vaszizdasz, és sport az mindent megél. Szerinted miért jó szarvason evezni? Hát a környezet az magáért beszélt, akit eddig idehoztam, az mindenki ámul, bámul és visszavár ide. És elvezzük is a túrákat. Miért jó szarvason evezni? Tehát a szarvasnak, a víznek a szépsége, a táj, a látnivalók, az magáért beszél. Aki ide eljön egyszer, az úgyis visszavágyik. Mi volt eddig életed evezése, és miért? Életem evezése? Szerintem az Ipoly volt. Az egy csodálatos gyorsvízű patak volt, folyószerűség, nagyon nagy sodrásokkal, zubogókkal, kövekkel, gyönyörű. Beszéljünk még a mai műfajról, hiszen egy tesztnapra érkeztünk. Mitől jó egy deszka? Számodra mi jelenti azt, hogy stabil vagy a vízen, tehát hogy egy deszka milyen komfortot tud adni? Hát a deszkát azt nem így kell nézni, hogy milyen komfortot tud adni, hanem ki mire szeretné használni szerintem. Ott kell eldönteni, hogy most napi szinten szeretnéd használni, hétvégi szinten, sportszinten, vagy csak játékszinten. Tehát azt szerint kéne mindenkinek deszkát választania, hogy mire szeretné használni. Ez nagyon fontos. És fontos, hogy kipróbálja a deszkákat, mielőtt megveszi. És milyen az érdeklődés a mai nap során? Szerintem elég jó az érdeklődés, még sok embert várunk, és szerintem jönni is fogunk. A szarvasi aranyszarvas körös sportjára. Kérlek, a nézőknek, hallgatóknak részletezz, hogy mégis mit jelent ez az életérzés.
Nekünk a legfontosabb az, hogy minél több emberre meg tudjuk ismertetni a SUP sportot, és átadjuk ezt az életérzést, hogy minél többen ki tudják próbálni. Kezdő, profi is lehet, csak az a lényeg, hogy jöjjenek el, érezzék jól magukat velünk, és tényleg egy jó hangulatú kis közös eseményen így evezünk egyet, és igazából ki tudják próbálni, amivel mi foglalkozunk, tehát forgalmazzuk a deszkákat, a evezőket, különböző sporteszközöket, és itt ki tudják próbálni, és ez a lényeg, ez a legfontosabb, hogy tényleg jól érezzék magukat az emberek. Mennyire népszerű sportágról beszélünk, neked mi a tapasztalatod, illetve mióta űzöd és foglalkozol a területtel? Én 20 éves szörfözök, windsurfözök, és nekem onnan jött az egész, hogy nem volt cél, és akkor kell csinálni valamit, mert vízmániás vagyok. És 2015 óta, amikor kimentünk külföldre, vittem magammal egy SUP deszkát, egy felfújható SUP deszkát, és azt tetszett nekem benne, hogy kivihetem a repülőn, és sporteszközként fel tudom adni, és bárhova el tudom vinni a világba. És igazából innen jött a sportág. Én úgy gondolom, hogy az utóbbi egy-két évben már nagyon felkapott lett. Szinte a végig megyünk a Balatonparton, vagy a Velencétónál, minden második, harmadik embernél már lehet látni SUP deszkát. Úgy vagyok vele, szerintem az a véleményem, hogy egyre népszerűbb lesz a következő egy-két évben, tehát ez hatványozottan fog nőni. És a legjobb benne az tényleg, hogy a gyerekek, a felnőttek, az idősebb generáció is tökéletesen tudja használni, emellett rengeteget számít így a sportolásba. A fizikum javul, jól érzi magát az ember, víz közelben van, lenyugtatja magát az ember, tehát hogy munka után vagy munka előtti levezetésnek is tökéletes. És ma miért éppen Szarvasvárosát fedezett fel, illetve instruálod azokat, akik rád, illetve a SUP-csira kíváncsiak? Nagyon sok helyen jártam már Magyarországon, és itt még nem jártam. Mindig is kíváncsi voltam a helyszínre, mert mindig láttam a fotókat, hogy milyen szép helyszínen van, és élőben még nem láttam. És így amikor egyszer lejöttem így a Zoli barátom meghívására, akkor hát így voltam, hogy nem itt lakom, úgyhogy mondtam, hogy itt muszáj lesz még egyszer lejönni, és legalább csinálni egy tesztnapot, és akkor ez mai napra esett. De több fogok jönni rendszeresen, mert nagyon megszerettem ezt a helyszínt. Gyönyörű a körös holtág, meg a élőkörös is gyönyörű, tehát tényleg csak a legjobbat tudom elmondani, nagyon szeretem. És mégis hogyan néz ki ma a tesztelés forgatókönyve, mi történik itt a Mólon, illetve a Körösön? Jönnek az emberek, reggel 10 órától van tesztnapunk, egészen délután 3-ig. Igazából forgatókönyv nincs, tehát aki jön, kipróbálhatja, megmutatjuk neki, hogy mi az alaptechnika, tehát hogy térdelésből kezdünk, utána feláll a deszkán, megmutatjuk, hogy olyan kell tartani az evezőlapátot, a testtartást, tehát hogy az alapokat. És az emberek egy ilyen 10-15 perc alatt belejönnek így a mozgásba. Ilyen rövid időn belül el lehet sajátítani ezt a műfajt. Mégis, hogyha mondanál 3 kompetenciát, mi az, ami elengedhetetlen a szappozáshoz? Szerintem a legfontosabb a szándék, hogy legyen meg a szándék, hogy ki szeretném próbálni. A másik a helyes deszka választás, hogy ne egy kis deszkára álljunk, mert az ugyebár nem stabil, tehát egy nagyobb deszkán kell elkezdeni, és illetve legyen egy segítség, aki ebben segít így első körben, és hogyha ez így megvan kompletten, akkor egy ilyen 15-20 percen belül el lehet jutni egy olyan szintre, hogy már az ember nem fél így a vizen, tehát hogy nem mozog annyira alatt a deszka, tudja irányítani, oda-vissza menni, akár térdel után állva, és tényleg az a fontos, hogyha valaki kevésbé tud úszni, azért a mentőmennyi használata azért az legyen kötelező számára. A félelem az mennyire gyakori az emberekbe, tehát félnek-e tényleg állva elvezni? Az a statisztika, hogy minden negyedik ember nem tud úszni Magyarországon, tehát mindenkiben benne van az, hogy hirtelen rámegy a vízre, és megremeg a lába. És igazából szerintem ez az egy dolog, amit így az alatt a 15-20-30 perc alatt így le tud küzdeni, tehát hogy lenyugszik egy kicsit jobban, hogy tud figyelni az egyensúly állapotára, és hogyha ez megvan, akkor már nem fél a vízen állva evezni. Miért jó neked, illetve azoknak az embereknek szappozni, akik téged megtalálnak? Miért jó tényleg ez az önkifejezés, ez a hobbi, ez a hivatás? Hát én például vízmániás vagyok, tehát nekem a víz az, nekem ha nincs víz, akkor én nem érzem jól magam, tehát hogy egyrészt, hogy itt vagyunk a vízparton, a Holdkörös partján, ez egy tényleg egy gyönyörű dolog. Nekem ez egy életérzés, és én át szeretném adni, hogy mindenki próbálja ki, tényleg álljon deszkára, evezzen, mozogjon, sportoljon, kicsit figyeljen az alakjára, és éljünk egy kicsit
sportolva, mozogva, de mellette tényleg egy ilyen nyugis helyzet legyen. Tehát ne, mindig ez a stresszmentes élet felé kéne az embereket terelni, és ez pont erről szól, hogy az ember tényleg lelazít, itt van a parton, jó idő van, süt a nap, és evez a többiekkel, ugyebár mert nem csak egy ember evezhet, hanem elveszhet csoportosan, párba, tehát itt az a jó, hogy nem zavar senki senkit, ki lehet őket kerülni. Mindegy, sorolhatnám még. Zárszóként még, hogyha te foglalnád össze, hogy mit értünk a szupcsi alatt? A szupcsi az igazából egy ilyen fantázia név, ez így egyik pillanatra jött a másikra, igazából a száp, mint a stand-up pedül állva evezés, és ilyen meg nem volt, ez egy kicsit ilyen játékos egyediséget akartuk ezzel átadni, hogy amilyen mi vagyunk, amilyen én vagyok, és ez nekem nagyon megtetszett, és hirtelen jött az ötlet egy pillanat alatt, hogy nekünk ez a név kell, és egy szempillantás alatt lefoglaltam a domént, és mi ezek vagyunk, ennyi. És mi a rálátás a szarvasiak, illetve itt a panzióban megszállott vendégek, mennyire tehetségesek az evezéshez? Voltak egy páran, akik kipróbálták, mondták, hogy még jönnek vissza, úgyhogy tetszett nekik, úgyhogy ilyen emberekkel szeretnénk megismertetni, akik tényleg nyitottak, és jönnek, és mosolyognak, vidámak, és eveznek. És netán azok, akik ma nem tudtak ide látogatni, tudsz-e még egy időpontot, amikor meghódított Szarvas városát, vagy keressék a szupcsi.hu-t? Fent vagyunk különböző oldalakon, nagyjából ami elérhető, szinte mindenhol fent vagyunk. Fogunk még alkalmat keríteni rá, hogy legyen itt Szarvason, akár még most a nyáron, júliusban, augusztusban, úgyhogy még visszajövünk, mert nagyon szeretjük Szarvast.